Szeretettel köszöntöm a videó nézőit. A mai napon Gölcsei Ferencnek egy nagyon híres verséről, a Vanitatum Vanitasról lesz szó. Kezdjük is a versnek a felolvasásával. Gölcsei Ferenc, Vanitatum Vanitas. Itt az írás, forgassátok érett ésszel józanon. S benne feltalálhatjátok, mit tanít bölcs Salamon. Miképp széles a világon, minden épül hitványságon, nyár és harmat, tél és hó, mind csak hiába való. Földünk egy kis hangyafészek, egy perc hozta tünemény. A villám és dörgő vészek, csak méhdongás, s bolygó fény. A történet repülése, csak egy sóhajtás lengése. Pára minden pompa, s ék, egy ezred, egy buborék. Sándor csillogó pályája, nyúlvadászat, őszfutás, eltele dúló csordája, patkánycsoport, foldarázs. Mátyás dicső csatázási, Napóleon hódítási, s waterlói diadal, mind csak kakas viadal. A virtus nagy tüneményi, gőz mit hagymáz lehele, a kebel lángérzeményi, vértorulás kínjele. A vég, melyet Szókrat ére, Kátónak kihulló vére, s Zrínyi Miklós szent pora, egy bohóság láncsora. És ti bölcsek, mit hozzátok, ami volna szép s jeles? Mámor bírta koponyátok, Plátós Arisztotelész, bölcselkedő oktalanság, rendbefűzött tudatlanság, kártyavár s légállítvány, mindenféle tudomány. Démosztén dörgő nyelvével, szitkozódó halkufár, Xenofon mézbeszédével, rokka közt mesére vár. Pindár égi szárnyalása, forró hideg dadogása, s Fidiász, amit farag, berovátkolt kődarab. Mi az élet tűzfolyása, hulló szikra melege, a szenvedelmek zúgása, lepke szárny fergetege. Kezdet és vég egymást éri, és az élet hűvezéri, hit s remény a szűk pályán, tarka párák s szivárvány. Holdvilág csak boldogságunk, füst a bal sors, mely elszáll, gyertyaláng egész világunk, egy fúvallat a halál. Vársz hírt s halhatatlanságot? Illat az, mely tölt virágot, és a rózsát, ha elhull, még egy perccel éli túl. Hát ne gondolja világgal, bölcs az, mindent ki megvet. Sorssal, virtussal, nagysággal, tudományt, hírt s életet. Légy, mint szikla, rendületlen. Tompa, nyugodt, érezetlen, s kedv emel, vagy bú temet, szépnek, srútnak, huny szemet. Mert mozogjon, vagy álljon-e porányi föld veled, lengjen fényben, vagy homályon, hold és napfejünk felett, bárminő színben jelentse, jöttét a vándor szerencse, sem nem rossz az, sem nem jó, mind csak hiába való. Ez volt tehát maga a vers, amivel most elég részletesen fogunk foglalkozni, és mivel más videókban Gölcsei pályájával már foglalkoztunk, és részletesen volt róla szó, ezért most tényleg csak a versre fogunk koncentrálni. Érdemes megnézni a vers írásnak a körülményeit, hogy mikor is írta Gölcsei ezt a verset. 1823-ban, és hát erről az évszámról eszünkbe juthat, hogy ugyanebben az évben született a himnusz is, néhány hónap különbség van egyébként a két vers megírása között. És érezhető is a két vers között a kapcsolat, szokták a Vanitatum Vanitast a himnusz párversének is nevezni. Miért? Mert szerkezetében például nagyon hasonló, nagyon tudatosan megszerkesztett, retorikailag felépített, nagyon sok költői eszközzel feldíszített versekről van szó. Mind a két versben nagyon sok történelmi alak megjelenik, míg a himnuszban a magyar történelem fontos neveit láthatjuk, addig itt ebben a versben egy nemzetközi palettát mutat be a költő, de az üzenetüket tekintve más a két vers, tehát más üzenetet adnak át.
A megírás körülményei talán azért is érdekesek, mert hónapokig írta Kölcsey ezt a verset, és újra átdolgozta, és talán így első olvasásra is érződik az, hogy tényleg minden szónak, minden jelzőnek a helye nagyon pontosan meg van határozva, és tényleg egy remek mű van az olvasónak a kezébe, amin Kölcsey hosszú ideig dolgozott, és érdekes a vers szerkezete abból a szempontból is, hogy nagyon közvetlenül szólítja meg az olvasót, hiszen nagyon sok kérdést tesz fel. Érződik, hogy önmagának is szólnak ezek a kérdések, tehát önmegszólítóak is, ugyanakkor bárkihez, aki olvassa a verset, ugyanúgy eljutnak ezek a kérdések, és a válaszok nagyon megdöbbentőek. És a válaszok arról tanúskodnak, hogy nagyon pessimista, meghasonlott állapotban van az, aki éppen ezt írja. És az első verszakot majd mindjárt részletesebben is megnézzük, de talán emlékszünk is rá, hogy Salamont és a Prédikátor könyvét emlegeti Kölcsey. És az is felmerül az olvasóban, hogy Kölcsey a saját nevében beszél, az ő lelki állapotából születnek ezek a kérdések és ezek az elég kiábrándult válaszok, vagy pedig Salamonnak az állarca mögé bújik be, és megismétli csak Salamonnak a kérdéseit, de ennek az eldöntését a videót nézőire bízom. Hogyha végigolvassuk a verset, akkor hát meglepődünk, és kicsit talán értetlenkedünk is, hogy tényleg a himnusznak a szerzője, más nagy gondolati költeményeknek az írója, a Parainézisz írója, aki mindig tanítani akar a műveivel, aki nagyon jól ismeri az antikvitást, a történelmet, a versformákat, és szereti és tiszteli a műveltséget, az hogy tud ilyen sorokat leírni? Miért akarja ezeket a nagy példaképeket megkérdőjelezni, lerombolni a példaképeket, az értékeket tényleg tagadja, vagy tényleg megkérdőjelezi? Ugye szkepszisnek, kételynek nevezzük ezt a hozzáállást, amit ebben a versben láthatunk, és a történelem, a művészet, nagy erkölcsi értékek, hit, remény, de a boldogság, amit minden ember keres, ezek sorra megjelennek a versben, és hát meglátjuk az elemzésünk végére, hogy mit is gondol ezekről maga a költő. És a cím értelmezésével kezdjük. Ugye vanitatum vanitas, a két szónak a jelentése az hiúságok hiúsága, vagy hiába valóságok hiába valósága, méghozzá ugye latin nyelven. Ismétlődik a két szó, és egy pici változtatás van ugye csak a két szó alak között. És hát ezt, ha stílusát nézzük, akkor ezzel az eszközzel a fokozást és a fokozást érünk el, és olyan teljesség hatása lesz, hogy mindenre igaz az, amit figuráltimologikával, szótő ismétléssel fejezünk ki. Maga ez a szókapcsolat, ez nem Kölcseitől származik, hanem a Bibliából, méghozzá a Prédikátorok könyvéből, amit Salamon írt, és ajánlom egyébként elolvasásra a Prédikátor könyvét is. Nagyon érdekes az egész könyv, ez a bölcselet irodalom egyik könyve. Nagyon sok életvezetési tanács is szerepel benne, de azt mondja Salamon ebben a könyvben, hogy ő elkezdett utána járni gyakorlatilag az élet értelmének, és mindenfélét kipróbált. Kipróbálta a gazdagságot is, ugye tudjuk, hogy óriási vagyonnal rendelkezett, nagyon nagy volt a birodalma, és hát számos híres történet maradt fenn a bölcsességéről is, ugye a példabeszédek könyvét is
ő írta. Tehát azt mondja, hogy igyekezett utána járni annak, hogy mi az életnek az értelme, és kipróbálta a gazdagságot, a nők által nyújtott örömöket, a tudományokban is jártas volt, és kereste a boldogságot és az élet értelmét. És azt tapasztalta, amit itt látunk is a dián, a Prédikátor könyvének első fejezetében olvashatjuk, hogy láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, és íme minden csak hiába valóság, és a léleknek gyötrelme. Ez a mondat egyébként különböző változatokban többször megjelenik a Prédikátor könyvében, és az a szó, ami az eredetiben a hiába valóságot jelöli, az több jelentéssel is bír, lélegzetet, hiába valóságot, mulandóságot, de gőzt, párát, ködöt is jelent. Ez azért érdekes, mert Kölcsey is pont ezekkel a képekkel fog élni, vagy pont ezeket a képeket fogja használni a verseiben. Tehát Kölcsey ebben a versében az első verszakban meg is mondja, hogy egy írásból merít, méghozzá Salamonnak a gondolatait használja fel, és ezért tettem ugye fel kérdésként, hogy akkor itt most ebben a versben valójában Kölcsey vagy Salamon beszéle. A versnek a szerkezete, ahogy mondtam, nagyon szépen kidolgozott, és ezen a dián össze is foglaltam, hogy milyen szerkezeti részekre lehet bontani a verset, és ahogyan egymásra épülnek ezek a szerkezeti részek, olyan, mintha egy ház vagy egy nagyon pontosan működő szerkezet kerülne ki a költőnek a keze alól. Az első verszakban ugye megnevezi a forrást és előrevetíti a tanulságot is. A második verszakban a létkérdéseivel foglalkozik, a harmadiktól hatodik verszakig egy listát készít gyakorlatilag a történelem, a művészettörténet, a filozófia nagy alakjait sorolja egymás mögé. Aztán a hetedik, nyolcadik verszak szintén a létkérdéseivel foglalkozik, és a kilencedik, tizedik verszakban levonja a konklúziót, megfogalmaz egyfajta tanulságot, és gyakorlatilag arra a kérdésre keresi a választ, hogy ha minden hiába való, akkor mégis hogyan lehet élni az embernek az életét. Én azt tapasztalom, hogy minden embernek vannak olyan életszakaszai, amikor felteszi magának ezeket a kérdéseket. Ezek egyáltalán nem könnyű kérdések, mégis szükség van a tovább lépéshez, arra, hogy ezekre keressük a választ, és hát Kölcsey is ezt tette ebben a versében. A második verszakban, ugye, ahol a lét kérdései kerülnek előtérbe, már megjelennek ezek a nagy fogalmak, amikről nagyon-nagyon sokan, nagyon sokfélét mondtak már, magáról a világról, az idő múlásáról, az ezredévekről, és hát érezzük, hogy itt nem magánéleti kis kérdésekről van szó, hanem azokról a kérdésekről, amik mindig és mindenkor mindenkit foglalkoztatnak. Ahogy mondtam, a harmadik, hatodik verszak az egy lista. Összefoglaltam itt azokat a neveket, akik szerepelnek ebben a szerkezeti egységben, és hát én magamnak úgy neveztem ezt a szerkezeti egységet, hogy a bálványok ledöntése történik itt. Miért? Azért, mert ezek nagyon nagy nevek, és asszociációk kapcsolódnak hozzá, tehát hogyha azt halljuk, hogy Nagy Sándor, akkor rögtön eszünkbe jut, hogy mekkora hódító, mekkora hadvezér, milyen nagy területeket foglalt el, és a magyar történelemből Mátyás király, európai történelemből Napóleon, de vannak itt filozófusok, vannak itt politikusok, vannak itt költők, szobrász, építész is megjelenik. Tehát gyakorlatilag egy ilyen széles palettát tár a költő az olvasója elé, és minden egyes személyiségről valami lekicsinylő megállapítást tesz. Tehát azokat a neveket és a hozzájuk kapcsolódó asszociációkat igyekszik ledönteni.
A 7.-8. verszak az ugye hasonlít a másodikhoz, abban az értelemben, hogy itt is ilyen nagy fogalmak szerepelnek, szenvedély, boldogság, hírnév, és minek az értékére rákérdez a költő, és szintén folytatja ezt a kételkedő, ironikus, néhol cinikus felsorolást, amit eddig is láthattunk. És hát a végén, az utolsó szerkezeti egységben elérünk a tanúság megállapításához. Nagyon sok képet használ, majd meg fogjuk nézni a költői eszközöket, képeket, külön is a versben, de itt a sziklának a képét állítja példaként az olvasó elé. Ugye úgy kezdődik az utolsó előtti verszak, hogy hát ne gondolj a világgal. Mire vonatkozik ez a hát? Arra, hogy amit eddig felsoroltam, amilyen bálványokat eddig ledöntöttem, ezek után most akkor meg kellene mondanom, hogy akkor hogyan lehet így élni az életünket, hogyha minden hiába való. És Kölcsei azt tanácsolja itt ezekben a verszakokban, hogy egy ilyen szenvedélymentes, nyugodt, belenyugvó magatartást vegyen fel az ember, akármi is éri, akár nagyon jó dolgok történnek vele, kedv emel, vagy bút emet, akár hullámvölgyben, akár valamilyen életének tetőpontján vagy csúcsán van, akkor is egy ilyen belenyugvó, sztoikus magatartást vegyen fel, és ezzel megalkotja a költő a keretet a vers eleje és a vers vége között, és ő itt nem Istenről, mint történelmet irányító személyről beszél. Ez ugye azért érdekes, mert a himnuszban Isten a megszólított, és ő a történelem formálója. Itt viszont sorsról, vándorszerencséről beszél a költő, és kifejezi azt, hogy a szerencse az, ahogy szokták mondani, forgandó, régen egy ilyen kerékkel ábrázolták, és van, amikor eltapos bennünket, és van, amikor felemel bennünket, és pont ebből származik a tanács, hogy akkor nyugodjunk bele abba, hogy lesznek olyan időszakok, amelyek nagyon jók lesznek az életünkben, és lesznek nehezebb időszakok is. Ezzel a szerkezet elemzését be is fejeztük, és nagyon érdekesek, nagyon megdöbbentőek a képek, amelyeket használ Kölcsei. Nagyon sok metafora van benne, és ezek a metaforák megdöbbentőek. Ugye a metafora azonosításon alapuló költői eszköz, például a földünk egy kis hangyafészek, az egy teljes metafora, van benne egy azonosító, ez a hangyafészek, és van benne egy azonosított, ez a föld, a kettő közé egyenlőségjelet tesz, szünk ugye a metaforában, és hogyha ugye a földről a globalitás, a teljesség, az ember lakóhelye, ez jut eszünkbe, és egy ilyen fennkölt téma, egy fennkölt fogalom után következik egy nagyon lekicsinylő, nagyon nevetséges, állatvilágból származó kép, az, hogy ez egy hangyafészek. Úgy szaladgálnak az emberek a földön, mint ahogyan hangyák szaladgálnak a lábunk alatt. És ebből nagyon sok van, és mindig megtapasztaljuk ezt a felemelést, és aztán a leejtését, a képnek. A nagy természeti csapások, a nagy viharok, villámok, dörgővészek, azok olyanok, mint a méhnek a dongása. Az óriási csaták, Waterloo-i diadal, és előtte ugye más csatákat is felsorol, kakas viadal. Olyanok a hadvezérek, mint hogyha ilyen felhergelt kakasok rugnák, csípnék csak egymást, és ugye azokról a nagy történelem formáló csatákról beszélünk, amelyek utána országoknak az életét változtatták meg. És most már nem csak a metaforákat nézzük, hanem ugye egyáltalán a képeit a versnek. Nagyon gyakran ilyen eltűnő, anyagtalan, semmivé foszló képeket használ Kölcsei. Érdemes ezeket kigyűjteni, természetesen ennél több van.
mint amennyit ide felsoroltam, leheletről, buborékról, lepke szárnyfergetegéről beszél, kártyavárról, füstről, gyertyalángról, de megjelenik a pára, megjelenik a szivárvány is. És hát azok az embert mindig is foglalkoztató kérdések állnak a kép másik oldalán, hogy például egy évezred, az úgy tűnik el, mint egy buborék. Vagy a nagy tudományok által felállított tézisek, vagy dogmák, vagy állítások, azok úgy omlanak össze, mint ahogyan a kártyavárra ráfújunk, és ahogyan az összeomlik. És az egyik leglátványosabb költői kép az a hírnévre és a halhatatlanságra vonatkozik. Ugye a görögöktől kezdődően mindenkit, mindenkorban foglalkoztatott, hogy hogyan maradt fenn a nevem. Valamilyen nagy tettet kell végrehajtani, valamilyen művészi alkotást kell létrehoznom annak érdekében, hogy a miután meghaltam, emlékezzenek a nevemre. És azt mondja Kölcsey, hogy hát lehet ezen gondolkozni, de a hírnév az egy olyan dolog, annyira múlékony, mint amennyire egy virágnak az illata könnyen elszáll, miután a virág elhervadt. Elgondolkoztató állítás ez is a hírnévről. Nagyon sok ellentétet, oximoront, paradoxont használ Kölcsey ebben a versében. Vannak ezek a klasszikus ellentétek, ilyenből is nagyon sokat találunk a versben. És vannak olyan jelzős szerkezetek, ahol a jelző és a jelzett szó között van kizáró ellentét. Ugye a bölcsesség és az oktalanság, a butaság az egy szó kapcsolatba lesz szerkesztve, ugyanígy a forró hideg is. Ezek még megdöbbentőbbek és még érdekesebbek az olvasó számára. És ezen kívül még nagyon sok költői eszközt fel tudnánk sorolni. Ide már tényleg csak a felsorolás szintjén tettem be néhányat. Érdemes azt is megfigyelni a versek elemzésekor, hogy a szófajokat hogyan használja a költő. És ebben a versben például azt tapasztaljuk, hogy sok a főnév, és kevés az ige. És ezt nominális stílusnak nevezzük, és ennek a stílusnak van egy olyan hatása, hogy ami nominális stílusban íródik, azt ilyen mindenkire, minden korra érvényes igazságnak tudjuk elfogadni. Nagyon sok benne a kicsinyítés, ahogy láttuk a hangyafészket, vagy az őszfutást, és vagy itt az Attila csatáira vonatkozóan ugye a patkánycsoport jelenik meg a metafora másik oldalán, és ezek a kicsinyítések, túlzások, meglepő összekapcsolások, ezek ilyen groteszk hatást váltanak ki. Ugye a grotesknek az a, de azt nevezzük grotesknek, amikor különböző hatásokat él át az olvasó egyszerre, tehát itt az emelkedett és a közönséges állatvilágból származó, kicsit visszataszító képek kerülnek egymás után elénk, és ezt a groteszk hatást éljük meg, amikor ezt a verset olvassuk. És ugye mondtam, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú időn át íródott és nagyon szépen kidolgozott vers, és a vers formája is nagyon szabályos. Az ilyen strófákat, ilyen versszakokat hínfi strófának nevezzük. Azt látjuk ezekben a versszakokban, hogy 8 sorból áll itt most egy versszak, és a sorok 7-8 szótagosak, és a sorok közepén van egy kis szünet. Ez van, amikor van veszővel jelölve, de van, amikor nincs, de maga az üteme, hogyha felolvassuk, akkor érződik, hogy ott van egy kis ütemhatár, és a rímelése pedig keresztrímekből és páros rímekből áll olyan módon, hogy az első 4 sorban van 2 keresztrím, a második 4 sorban pedig 2 páros rím, tehát egy nagyon szépen megszerkesztett versről van szó.
És hát a végén térjünk vissza oda, hogy akkor miről is van szó. Néhány hónap alatt megváltozott Kölcseinek a világlátása, a világértelmezése, mert ugye mondtuk, hogy a himnusz után írta, most ő szólal meg, vagy Salamonnak az állarca mögé bújik, és rajta keresztül szólal meg. Ehhez érdemes megnéznünk a Prédikátor könyvét újra, ahogyan ezt ajánlja is egyébként Kölcsei a versében. A Prédikátornak a könyve úgy végződik, hogy a dolognak summája mindezeket halván ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Ahogyan említettem a videó elején is, Salamon arra a következtetésre jut, hogy itt a földön minden hiába való. Az ég alatt minden hiába való. Egyáltalán nem állítja azt, hogy az ég fölött, vagy a természet felettiben minden hiába való lenne. Viszont itt a földön ő azt tapasztalja, hogy minden olyan, mint a pára, olyan könnyen elmúlik, mint a lehelet. És hát erre a tanulságra jut Kölcsei is ebben a versben. És nagyon érdekesnek tartom a vers egyik elemzőjének állítását, Orosz Lászlónak az állítását, mert ő úgy elemzi ezt a verset, hogy arra a következtetésre jut, hogy a költőnek, aki szinte tréfálkozva hirdeti, hogy minden nagy törekvés hiába való, a szíve szakad e tanulság kimondásakor. Köszönöm szépen a figyelmet!